Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, és az a sajátos helyzet van, hogy mondhatom azt, használhatom azt a formulát, hogy határon innen és túl, lévén, hogy a mai találkozásunkat streameljük a Módszertani Kutatóintézetnek a YouTube csatornáján, tehát elméletileg, aki, és bízunk benne, hogy gyakorlatilag is, aki oda fölmegy az interneten, az olyan, mintha itt lenne, és lélekben itt is van bizonyára velünk. Ezzel a mai alkalommal egy rendezvény sorozatot indítunk, vagy inkább úgy mondanám, hogy egy beszélgetés sorozatot, ez ennek az első alkalma. Online akadémikus, így neveztük el ezt a beszélgetés sorozatot, és arra gondoltunk, hogy ennek a sorozatnak az a célja és az értelme, hogy a Magyar Művészeti Akadémia évek alatt rengeteg munkával épített egy hatalmas tudásbázist, adatbázist, amely valamennyi akadémikusnak az életútját, a művészetét, a munkásságát igyekszik bemutatni és átfogni. Arra gondoltunk, hogy az online akadémikus beszélgetés sorozat keretében ezt fogjuk levetíteni, vagy ebből vetítünk az interneten szintén valós időben oldalakat, részeket, és a vendégünkkel pedig, aki egy-egy akadémikus lesz, a vendégünkkel pedig ennek apropóján, ennek kapcsán beszélgetünk az életéről, pályájáról, művészetéről. Ez a sorozat körülbelül 2 havonta tervezünk egy-egy ilyen adást, innen a Pesti Vigadóból, a Művészeti Akadémia könyvtárából. Az első adásunknak, az első jelenlétünknek, az első találkozásunknak azt a címet adtuk, hogy forradalmak bűvöletében. Hát, hogy miért adtuk ezt a címet, ez majd valószínűleg ki fog derülni, bízom benne a beszélgetés végére mindenki számára. Minden esetre a vendégünkről, és dramaturgiailag még mindig nem mondom ki a nevét, majd mindjárt megteszem. Nos, tehát a vendégünkről azt hiszem, hogy egyet bizton állíthatunk, hogy egy egyszemélyes intézmény. Egy egyszemélyes intézmény, hiszen költő, író, történész, bolonista, diplomata, akadémikus egy szemében. Úgyhogy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Kovács István akadémikust. Szervusz, köszönöm szépen. Kívánok. A nevem bonyolult, ezért kellett így neki készülni. Igen, hosszú volt a ráfutás, és akkor engedjétek meg, hogy felkonferáljam a közreműködőket is. 2 zenészt hívtunk és vártunk erre a találkozóra. Rosonczi Kovács Mihályt és Köncei Bálintot. Nem titkoljuk nyilván, hogy Rosonczi Kovács Mihály Kovács Istvánnak a fia. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, és akkor parancsoljatok, most először ti következtek.
gondolkoztam azon, hogy a mai beszélgetésünket milyen keretekbe próbáljam helyezni, inkább úgy fogalmaznék, hogy milyen kereteket próbáljak szabni. És arra gondoltam, hogy legegyszerűbb, hogyha az emberi életút mentén haladok, mert ha beszélgetünk valamiről, egy történetet mesélünk el, és az a történet az emberi életútnak a története. Ami valahol az elején kezdődik, akkor, amikor valaki megszületik, meg azelőtt, amikor az ősei megismerik egymást, vagy akár az ő őseik, és így tovább. Tehát akár több ezer évre visszamehetnénk, de most csak a te születésedig fogunk visszamenni. Az adatbázisunkban mindenféle adatok, számszaki tények olvashatók arról, hogy te 1945. augusztus 19-én születtél. Viszont azt is, itt talán nincs is most ezen a képernyőn nem látható, de az első meghatározó életedet, éveidet, azt egy Borsod megyei falucskában töltötted. Hogy kerültél oda? Miért ott voltál? Amikor megszülettem, anyám már 6 hónapja. Azt is mondhatjuk, hogy özvegy volt, bár ő erről nem tudott, mert apámat 3 hónapig voltak házasok, amikor ugye Malenki robotra elhurcolták apámat, és soha se tért vissza. És anyám egyébként most a ma esti rádiószínházbeli műsor az súg nekem, hétfő óta a Kossuth Rádiószínházban hallható a gyermekkor tündökletének epizódjai. Tehát anyám Igricében született, rettenetesen lázadó volt, és 14 éves korában ott hagyta Igricét, és följött egy látszott címre Budapestre. A cím az nem működött, de szerencsére jó akaratú emberek pártfogásba vették, és elhelyezték egy játékboltba. És megismerte apámat, és 44 november... Bocsánat, apukádnak mi volt a foglalkozás? Színész, igen. És valószínűleg egyébként, nem tudom, hogy olyan lámpalázas színész volt-e, mint amilyen lámpalázas szerelmes, ahogy anyám elmondja, mert ott hónapokig átsorgott az írószer üzletnek a kirakata előtt, és néha bement egy-egy levél papírt és borítékot vásárolni, ezt a hosszú hónapok után leszólította anyámat. És akkor ebből házasság lett, és hát anyám itt maradt Pesten, és hát nem tudott velem mit csinálni, ott az anyósánál lakott, hát, és nyilván érezte, hogy az anyósnak anyóség terhére van, és engem fél éves koromban, hála a jó Istennek, Igricibe az Igrici nagymamához adott, tehát a mamámhoz. Tehát én Igriciben nevelkedtem 6 éves koromig, és anyám csak úgy élt, mint egy átok szó, hogy a tatár, török tatár és a anyád, mert hogyha rossz voltam, akkor a mamám avval fenyegetett, hogy írok Pestre anyádnak, eljön és elvisz téged. Tehát ez olyan volt, ugye akkor is átok szó volt, hogy vigyen el a tatár, és vigyen el az anyád. Úgyhogy számomra, amikor jött anyám, akkor én már valahol bújdostam el a kertbe. Egyszer-kétszer emlékszem, hogy meglátogatott engem. De 51-ben ő egyébként akkor a Budakeszi Állami Fodorszanatóriumnak volt a telefonkezelője. 51 nyarán megkapta a szanatórium templomának a sekrestjét. A templom akkor természetesen már gyógyszertár volt, és én elsős lettem volna, és kiderült, hogy a mamám meg beteg, tehát fel kellett hozni. És én ezt nagyon megértettem, hogy felhoz engem Pestre, és akkor itt járok iskolába. Tehát akkor már nem lázadtam, tudtam, hogy hát azért életre való gyerek voltam akkor is, de nagyon vásodkölyök, de tudtam, hogy alkalmazkodnom kell ehhez az új világhoz, de emlékeimben az a régihez ragaszkodtam, és nagyon az emlékezetembe vésődött minden mamámmal töltött élményem. Úgyhogy az unokatestvéreim csodálkoztak, amikor olyan dolgokat leírtam, vagy meséltem, ami 4 éves koromban történt meg, és ők már nem emlékeztek erre. Te édesapád akkor, bocs, hogy visszatérek, de
De azért nem egy gyakori, hogy az ember az apukáját tulajdonképpen csak fényképről ismeri, mondjuk így. Igen, jól igen, mondom? Igen. De 6 éves korom után ismerte meg a fényképről, mert ott a sekrestjében anyámnál persze ott függött a falon az ő fényképe. De hát ez szinte ilyen természetes módon éltem meg, hogy nagyon jól éreztem magam mamám mellett, az, hogy nincs apa, meg nincs anya végül is, hát ez tulajdonképpen nem volt rossz. Hagy ugorjak előre, vagy egy nagyot, hogy később történészként nem érezted úgy, vagy nem mentél utána apukádnak? Hogy például, hogy eltűnt Oroszországba, de hát ott, hogy esetleg valami nyom, hogy hol tűnt, vagy ilyesmi. Ezt most akarunk utána nézni az adatbázison. Tehát most ugye 690 ezer fogolynak megérkeztek a kartotékai, amit feldolgozott az országos levéltár, és akkor majd... ugye a Vöröskereszt révén, amikor anyám férhez akart menni az 50-es években egyszer, kétszer vagy háromszor, akkor mindig holttá kellett nyilvánítatni apámat. Úgyhogy, és ez a holttá nyilvánítás meg a férhez menetele, ez engem nem töltött el örömmel, tehát nem akartam pótpapát magamnak. Úgyhogy ezért nem is, hát ezt így igyekeztem kizárni magamból, a pótpapa meg az eltűnt apa, az nem... És egyébként az osztályban az osztály egyharmad része az félárva volt. Tehát mondhatnám azt, hogy természetesen éltem meg ezt az állapotot. Azt szeretném kérdezni, hogy így utólag visszatekintve az ember, én legalábbis középkorú emberként keresem, hogy bennem melyik szülőmből mi van. Tehát, hogy honnan hoztam. Ez a gondolataim gyakran változnak, tehát egyszer úgy gondolom, hogy én aztán rájövök, hogy mégse. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az, amit nagymamától hoztál, mit tartasz magadban nyilván, és mi az, amit édesanyától? Hát a mai eszemmel már azt tudom, hogy hihetetlen nagy áldozat volt, hogy engem fél éves koromban magához vett. Végtelen szegénység volt. A mamámnak a neve mindig kim volt a szégyentáblán, mert nem tudott az adókötelességének eleget tenni. Egyébként nem is tudom, hogy miből élt. Hát volt egy... Azt tudom, hogy volt egy kecskénk, a kecsketején nevelkedtem, volt egy kert, meg egy veteményes kert, tehát, és anyám nyilván néha küldött 20-40 forintot azért a mamának, nem az, hogy piacra járt és valamit árusított, nem tudom. Borzalmas szegénységben éltünk. Én ezt akkor nem éltem meg természetesen, de arra emlékszem, hogy amikor... mentünk vendégségbe, akkor mindig az volt az első szavam, hogy húst kérek. Tehát nagy élmény volt, hogy nyilván volt ott tyúkok meg csirkék voltak, tehát, de hát az de nagy érték. De mit hoztál tőle? Áldozatvállalás? Próbálom ezt egy szóba összefoglalni, ezt a tulajdonságát nagymamádnak. Hát talán az az érzésem, hogy egy kicsit a nyelvérzéket, tehát ezt a... Azt a nyelvet, amit megtanultam Igricibe, egyébként egy sajátos, ez feleségem hívta fel a figyelmet, hogy milyen érdekes, mert királyi énekmondóknak a falvában nevelkedtem, tehát ott töltöttem az életem nagyon fontos első 6 évét. Hát az összetartozás tudat és a kiszolgáltatottság egyúttal kavargott bennem ennek az élménye. És ez aztán végigkísért a későbbiek során is. A gyermeknek a kiszolgáltatottsága. Édesanyádból mi származik benned? Anyámból? Hát azt hiszem, hogy hát ez az a becsfágy, hogy az ember többre vigye magát, többre menjen. Anyám egyszerű dolog volt, azt mondta, hogy tanuljak, mert egyébként itt van az Fodor Szanatórium tanművei, és akkor mész oda kőműves tanulónak, vagy nem tudom, szerszámkészítőnek. Úgyhogy, de azt belém véste az, hogy tanulnom kell, hogy többre vigyem. Hát ez ilyen egyszerű dolog. És a vers szeretetet azt anyám példája volt, az anyám nagyon szerette a verseket, olvasott, ott volt néhány verses kötet, József Attila, Arany János, Vörös Marti. És emlékszem, Arany Jánosnak a Velszibárdokja nagyon tetszett, és hát ez a
sekrestje, ez egy 4 méter magas terem volt, és amikor egyedül voltam, akkor ilyen latinovicsi színvonalon szavaltam a verset magamnak. Igen. Meg általában a verseket. Úgy emlékszem, úgy olvastam, hogy volt egy kedvenc olvasmányod, ami aztán ami a kezedbe került, és ami aztán az életpályádat is jelentősen irányította. Igen, egyre biztos emlékszem. Igen, amikor író-olvasó találkozón vagyok gimnáziumban vagy általános iskolában, akkor mindig el szoktam mondani, hogy milyen fontos olvasni, mert nekem egy könyv határozta meg az életemet. Ezt pedig a pesti nagymamámtól kaptam, aki egyébként Érden lakott, a Hős fiúk című könyvet, 8 év, vagy 9 éves lehettem. De ez nem az 50-es években jelent meg. Nem, ez utána néztem, amikor már polonista voltam és érdekelt, mert ugye ez egy lengyel rokon szenved sugárzó könyv is volt a könyvnek az egyik háttér sugallat az a lengyelek iránt. 1898-ban jelent meg a Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából, és egy remek könyv, és ezt tett elkötelezetté a Szabadságharc eseményei iránt, és a lengyelek iránt is. Mert ebben volt egy külön fejezet Bemapu címmel a Bemerdei hadjáratáról, és nagyon magával ragadó volt a bevezető. Mert ugye a könyvnek az egyik főhőse az Bárdi Gyurka, 14 éves gyerek. Én akkor az voltam. Ő szerepébe éltett bele magad. Igen, én még akkor persze 8-9 éves voltam, és az író megkérdezi, hogy hány égtáj felé tudsz a kardoddal sújtani, és akkor hogy 4, és akkor 48-ban ennyi égtáj felől támadták meg a magyart, mert a szabadságot akarta, de nem akart szolga, nem. Ez nagyon belém vésődött ez, és egy akkor lassan gomolygott bennem, hogy a szabadságharc eseményeivel kell foglalkozni, aztán a 56 utáni élmény, hát erről később lehet, hogy a 56-ról nem lehetett beszélni, 48-ról igen. Ugye ez még inkább elkötelezetté tett 48 eseményei iránt. De hát volt Rákóczi szabadságharc, Dózsaféle parasztlázadás, tehát tényleg azt mondott, hogy ennek a Rákosi Viktor ifjúsági könyvnek köszönhető, ez irányította a figyelmedet 48-49-re, és aztán bocs, de úgy is maradtál. Igen, Dózsa is megmaradt, mert ott ugye Dózsáról hallott az ember gyerekkorában, meg Kinizsi Pálról, és akkor kiderült, hogy van egy ilyen futballcsapat, hogy Kinizsi, és akkor kérdeztem, hogy van-e Dózsa, és mondták, hogy Dózsa is van, és akkor én Dózsa Drucker lettem, nem Kinizsi Drucker, természetesen. De a fiam föllázott ellenem, ő meg Fradi Drucker lett. Nem lázadás. Nem lázadás. Természetes fejlődés, úgy látszik. Igen. Akkor tulajdonképpen ez az oka, hogy miért 1848-49 lett a te életednek egyfajta homlok érdeklődése, vagy igen, vezér? Igen, igen. Ezek az események mind átszüremkedtek 1956-on. Uh-huh. Tehát 48 és a lengyelek. Ugye, mert a Rákosi Viktorból megtudtam azt, hogy a lengyelek velünk voltak egyedül a szabadságharc alatt. Persze nem egyedül, de hát a könyvből ez jött ki. És akkor 1956, amit már ugye hirtelen felnőttként megéltem, akkor is a levegőt áthatotta azt, hogy noha a világ cserben hagyott bennünket, a lengyelek velünk vannak. Aztán később történészként aztán ennek a részleteit is megtudtam, évtizedek múlva persze. Elnézést, de annyira ide tartozik, pedig mintha reklámhely lenne, de esküszöm, hogy nem. De itt van egy könyv, amit részben én követtem el, de ezt nem követtem volna el, hogyha Kovács István, ez az illusztrációja annak, amit mond, mert ennek ugye az a címe, hogy magyarok és lengyelek. Arcok és sorsok. Arcok és sorsok. Ennek eredetileg a magyar kiadása megjelent lengyelek nélkül, csak magyarok voltak benne. És én akkor ismerkedtem össze Kovács Istvánnal azt követően, ő mondta, hogy hát voltak lengyelek is, akik szolidárisak voltak a forradalommal. Sőt, itt voltak, és nemzetőrök voltak. És nemzetőrök voltak. Ennek köszönhetően találkoztam néhány lengyellel, és hát aztán kimentem Lengyelországba is, és készítettünk interjút, úgyhogy István beszélgetett, én fotóztam, és hát végső soron így lett ennek a magyar könyvnek egy lengyel kiadása. És ugyanez a gondolat van benne, amit az előbb mondtál, a magyarok, lengyelek közti kapcsolódások, azonosságok,
egymásnak a segítése, a bajban társaknak lenni. Egy Mihálevszki nevű krakói lengyelről is készítettél fotót, aki arról nevezetes, hogy ugye a lengyelek több élelmiszer szállítmányt juttattak el Magyarországra, és valaki elhozta a taxisofőröknek egy 56-os lyukas zászlaját. És ez a Mihálevszki, utána már 57-5, mikor szigorodtak a rezsim szigorodott Lengyelországban is, Gomulka hirtelen szigorú kommunistává vált, akkor ő a szénrakás alatt rejtegette ezt a zászlót, és hát a rendszerváltozáskor vette elő. Most itt látható egyébként a Parlamenti Múzeumban ez a zászló. A gyermekkor tündöklete Kovács Istvánnak, ő költő elsősorban, azt hiszem, de itt íróként jegyzi nyilván ezt a könyvet, hiszen ez egy regény, és ebből felolvasnék egy rövid részletet, ami 56-hoz kapcsolódik. Zöld katonai kocsi áll meg a nagykapu előtt, mentőautó. Nem akar bejönni. A Nagykovácsi utat keresi? Nem azt. Két katona ül elől, nincs rendfokozatuk. A vörös csillagos sapkajelvény helyén műanyag Kossuth címerrel feltűzött kokárda. Áhítattal nézem őket. Maléter Pál katonái. Hátrább, kettejük között egy civil. Karján nemzetőr szalag. Odaadom mindenem. Összes kincseimet. Kenyeret, sajtot, szardiniát, negyedrút téli szalámit, 6 darab piros almát. A kormány mögött ülő katona kabátúja hajtókájával elgondolkodva fényesítgeti az egyiket. Fölemeli, nézegeti, mintha eltörölgetett üveg pohár volna. Behunja szemét. Félálomba emeli szájához az almát. Két hersegű harapás közt felriad. Mutatja, mintha végig csupa figyelem volna. Odaszól a bajtársának, aki pisztolyán babrál. Vigyázz, most már csőre van töltve. A civil térképet böngész, olyan, mint Károly bácsi. Ugyanaz a hullámos haj, dióbarna szem, de az övénél fényesebben csillog. Lázasan. 56 fokos lázban ég. Látszik rajta, hogy már őrző angyala is lemondott róla. Forduljunk vissza, s a géppuskát állítsuk fel a Csendila padlásán. A Budakeszin át Pestre tartó orosz gépkocsi oszlopot onnan hatásosan meg tudjuk zavarni, mondja. A kártyavető javasasszony is elszontyolodna. Ma meg fog halni. Társaival együtt. Öcsi, te meg vedd le azt a nadrágot meg csizmát, mert ha elkapnak az oroszok, agyonlőhetnek érte. Szól oda nekem a sofőrkatona, miközben hátramenetbe teszi a sebességváltót. Visszafordulnak és elrobognak a mocsnek, majd tovább a Budakeszi úton Pest felé a menekülés irányával szembe. Három civil jön. Ők a centrálét keresik. A magas feszültségű vezetékek mentén pontosabban alatt akarnak hazajutni Tatabányára. Ha a centrálé most Lanovka volna, csak függőszékbe kellene ülniük. Fegyvereiket a portán hagyják, egy szuronyos puska és két dobtáras géppisztoly támaszkodik a falnak. Az egyikből hiányzik a tár. A szurony visszahajtva a puska csőre. Ki tudja, használták-e őket egyáltalán? Vidd ezeket az ócskavasakat hátra, és dobd a gipszködörbe, István. Kér meg Nagler bácsi engem. Békésebb időkben Erős Jánosról mesélt, aki mindig megvédi a gyengébeket. Akkor bennünket, magyarokat vagy alaposan félreismert, vagy csúnyán cserben hagyott. A fegyverekkel körbeagatva támolygok végig az erdei úton, az igazgatói, gondnoki, személyzet és lakások mentén és a teniszpályák mellett. A távolságot magam mögé taposva furamód nem nehezebbnek, hanem mind könnyebbnek érzem a puskákat. Pár lépés választ el a gipszködörtől. Körötte több méteres sába minden bágyattan fehér. Mint amikor a halállal álmodik az ember. Megállok a peremen, csak nem tele a gödör. Ide dobálják a betegekről vagy halottakról levágott gipszet, gipszágyakat, gipszcsizmákat, használhatatlan művégtagokat. Csupa mocorgás, lüktetés, hörgés, zihálás, nyikorgás, minden. Karok, lábak, hátak, melkasok, csípők, nyakak, fejek lenyomatai. A roncsolt ember emlékművei az élet a halál útkereszteződésében. A legkülönbözőbb művégtagok, karok, lábak rögzítő tartozékaikkal, harisnyakötőszerű és színű szíjazataikkal. És vicsorgó protézisek. Budapest gödörbe préselt hullahegyei, amelyekről a felkelők beszéltek délelőtt.
szemfedőlapként rájuk terítve Magyarország közigazgatási térképe. Talán a sarkába virító Rákosi címer miatt hányhatták oda. Kisebb betűkkel egymás alatt oroszul, angolul, franciául, németül megismételve Magyarország. Vegria, Hungary, Hungary, Ungarn. Nehezékű ráejtem a szuronyos puskát és a tár nélküli géppisztolyt. A dobtárasat a nyakamba akasztom. Szóval a forradalmat te szemléltél, szemlélted, megélted Budakeszin ebbe a szanatóriumba, ami nekem egy védett környezetet jelent bizonyos értelemben. Egy szanatórium eleve egy önálló zárt kis közösség. Pontosan így volt, persze. Egy nagy család volt a szanatórium, leszámítva a betegeket, akikkel ugye nem érintkezhettünk. Szóval hogy élted meg az egész? Ezért olyan, ilyen sima átmenet volt Igriciből fölkerülve a szanatóriumba. Ez is egy nagy nyitott tér volt, olyan volt, mint egy kert. Telefákkal, szétszórt épületekkel, barátságos emberekkel. Tehát nagyon jól éreztem magam, tehát azt mondhatnám, hogy boldog gyermekkorom volt. Az események Budakeszin zajlottak, és ott az arról írok bővebben, hogy meglátogatta az osztályt többször is Sziklay Sándor. Ő a Hadtörténeti Intézetben dolgozott, egyesek szerint igazgatója volt, vagy igazgatóhelyettese, de tudtuk azt, hogy vörös katona, aki a Karakum sivatagban harcolt, és az maradt meg bennünk, hogy elmondta a tanárról, nem tudom, hogy azért, hogy fellazítsa kicsit a tudatunkat, áhítattal néztük ezt a hőst, hogy amikor elfogyott a vízük, akkor a pisiüket itták meg. Úgyhogy ez mindenkiben megmaradt, hogy a hős. És hát Budakeszin 1956. október 25-én a fiatalok, akiknek egy részét ismertem, a szanatóriumban volt egy úszoda, és a falusiak oda jártak befürdeni, és az megemelte az ember rangját, hogy én a szanatóriumban lakom, és ismerőse vagyok mondjuk Máris Lászlónak. És el akarták a fegyvereket kérni, mert elterjedt, hogy a Sziklay villában vannak fegyverek. De addigra kiderült, hogy Sziklay egy kicsit meghibbant, a családja ott hagyta, és amikor oda mentek a fiatalok, néhányan 10-15-en, akkor kilőtt az ajtón, és ezt a Máris Lászlót megsebesítette, a gerinclövést kapott Máris. És akkor agyonlőtte magát Sziklay. És benn már az apósa holtan feküdt, tehát az, hogy zavarodottságában ott az apósával. De hát utána a Kádárék hatalomra jutása után két dolgot kellett bizonyítani, hogy ez egy szörnyű gyilkos ellenforradalom volt. Ugye a budapesti események az a köztársaságtéri vérengzés, és a vidéki vérengzés, ez pedig Sziklay. Tehát amit mi átéltük pontosan, és akkor egyszer csak hallottuk, hogy ugye Sziklayt a ellenforradalmárok betörtek, és az apósával együtt agyonverték. És akkor ezt a hazugságot kellett nekünk évtizedeken, vagy éveken át, amíg oda jártam iskolába, mentünk koszorúzni, letenni a virágot. Tehát ezt a Máris Lászlót ismertem jól, aki gerinctörést kapott, és ott voltam a portán, amikor egy gerítéskapura fektetve hozták be, és emlékszem a véres ingére, és elvitték az egyes pamilomba, ott megoperálta Riskó Tibor, ennek a gyermekkori tündökletében nek az egyik főhőse, és a forradalom leverése után nyugatról szereztek be gyógyszereket, hogy talpra állítsák, holott mondta Riskó Tibor, hogy nem lehet talpra állítani, mert a gerinclövés miatt megbénult, mert szerették volna felakasztani. Már azon morfondíroztak, hogy hogyan lehetnek tolókocsiból felakasztani ezt a Máris Lászlót, de meghalt, mielőtt ez bekövetkezett volna. Most az ember ezt ugye gyerekként, én a történelemre, meg az emberekre nagyon nyitott voltam, és akkor hirtelen beleütköztem egy szörnyű hazugságba.
aminek a kellékei körül vettek engem, mert ez ellen igyekeztem védekezni, és ez volt 1848. 48-ról lehetett beszélni, 56-ról nem, de valahogy 56 és 48 áttetszett egymáson, és azon kívül nagyon tudatosan a gimnáziumban megtanultam lengyelül, pont szerencsém volt, mert az érettségi után indult lengyel szak. Azt pont akartam kérdezni, bocs, hogy a gimnáziumban miért pont a lengyelt? Hát ez őszorgalomból, tehát ez természetesen. Ez a Rákosi Viktor könyv alapján... Hát meg 56, amit itt elmondtam, hogy a lengyelekkel kell foglalkozni. És amikor... De hát ez bocs, de 14-15 éves korodban te tudtad ezt ilyen tudatosan? Igen. Hát azért vett azt... 1900, gimnazista voltam, harmadikos koromban kezdtem el lengyelül tanulni. Bevágtam a nyelvtant, és nagy szerencsém volt, ha már mondjuk a felvételiről van szó, mert minden lengyelül ment. Lengyelül felvételiztem, és elkezdtem szótárból olvasni a Hamu és Gyémántot, mert 1962. március 15-én az egyetemi színpadon vetítették a Hamu és Gyémántot, ami életem meghatározó filmje volt. Ugye ez a Jerzy Andrzejewski-nek a filmje, amelyik a Varsói felkelés után a Varsói felkelés egyik hősét ábrázolja, a Macseket. És akkor két hetet tanultam lengyelül, és akkor elhatároztam, hogy biztos, hogy megtanul, mert egyrészt elementáris hatással volt ám tényleg a film. Többek között nyersben felolvas, ugye van egy jelenet, hogy a templom ajtónál Macseknek a szerelme, elkezd olvasni egy verset, ami föl van vésve, ami így hangzik, hogy miként egyre több kátrányos forgács, ha ég, köröttem zsarátnak, rongyok kavarognak, lángos, de nem tudod, szabad lehetsz-e még, stíl, de az, mit birtokodnak mondhatsz, vagy csak hamu, csak zűrzavar maradna, mit kavar vihar, szakadék mélybe ránt, és mint örök győzelmek pirkadatja, a hamuban csillaglik a majd gyémánt. Hát én ezt lefordítottam, de ez nyersben olvassa, ugye ez aláírás volt nyersben, és fantasztikus volt így hallgatni ezt a verset, mert közben ellobban a gyufaszál, amiről a hölgy olvassa a verset, és a Macsek pedig kívülről folytatja. És ezt Ciprián Kamil Norvidol nevű költő írta, megtudtam később a sorsát, ugye hát lengyel szakosként. Ez egy teljesen magányos költő volt, 11 kötetes életművét, azt 1823-ban született, és valamikor a 80-as évek elején halt meg, egy párizsi szegényházban, és 11 kötetes életművét azt 1970-es években adták ki. Fedezték fel. Életében egyetlen kötete jelent meg. És egy zseni volt. Tehát itt Hamu és Gyémánt, Ciprián Kamil Norvid, Varsói felkelés, utána a nagy autostoppos utak, 63-ban voltam kint először Lengyelországban. Most bocs, ja. Ne hagyd szakítsalak meg, csak egy, és megint egy szubjektív megjegyzés, hogy én az édesapám Csete György hagyatékában ezt a versrészletet, pont amit most elmondtál, körülbelül 50 példányban találtam meg kézírással leírva. Uh-huh. Mert ez ugye más tekintetben, én így értelmeztem, töprengtem, hogy miért olyan fontos ez valakinek, ez a részlet. Uh-huh. Most azon túl, hogy a lengyelekkel összeköt minket, hogy a Hamu és Gyémánt című könyvnek és filmnek ez egy fontos pillanata, de hogy miért ilyen fontos, és aztán rájöttem, hogy ez egyfajta dilemmát is megfogalmaz, hogy amit csináltam az életem során, az emberi életút során, mint mondjuk egy művész, egy alkotó, az hamu, és hamuként fog a szélbe szerte szóródni, vagy pedig gyémánt. És ugye a kettő közt, a hamu és a gyémánt közt a szén atom. Én nem vagyok egy kémikus, de az mind a kettő. Ugyanaz, valami minimális különbség van köztük, de hát az a különbség, az pont akkor a különbség, mint a fekete és az áttetsző, a nagyon puha és a veszendő, és a nagyon kemény anyag közti különbség. És hogy ez egy művészeti dilemma, hogy az életművem az hova sorolódik. Hogy kérjelek most arra, hogy ha néhány verset... Én azt hittem sokáig, hogy a versnek az a cím, hogy Hamu és Gyémánt, és ez a két szakasz. Aztán kiderült, hogy ez egy drámának a betét verse, amelyik 20 szakaszból áll, és ez a, nem tudom, 18-19. Szakasza. Tehát ezek a legjobb szakaszok, azért ezt hozzá kell tenni.
Régen tudtam fejből a verseimet, sőt a Elérhetetlen földben szereplő költőtársak versét is, de egyszer belesültem, és azóta nem merek fejből verset mondani. Anyámnak kékporkavarok szeméből a messzeséget nézi, forgó küllők között is kinyújtja karját. Hajából üvegszálakat csiszol az idő. Apám ujjai vízmosások gyökérzetébe fagytak. Fejed odahajtsd, anyám. Arcodra tavasz simogatnak. Ne sírj! Könnyes úgy is a fű, tavak szempillája. A temetőben tüzet fognak a fák, s a szél besatírozza az eget egy szenes kajjal. Fölvérzik a csigák talpa, meghalnak, mint a katonák. Apám is odaporlott, az esők ajkára mosták a holdat. Egy szerelemhez. Barlangok csöppenő kőhaján, gyökéről elte föld falán, aranyabroncsú árnyakon, dérverte fenyő ágakon, körünk bezáró ívhegén, és túl a mindenségegén, a létvonalkót fényein, hol ábránd és álom elmerül, veled és velem, de nem velünk, vetetlen csönd a fekhelyünk. Szent János katedrális 1944, elnézést, hogy itt, tehát 63-ban hatostoppal egy hónapig jártam Lengyelországot, ahol bennünket fiatalokat, magyar fiatalokat ezrével úgy fogadtak, mint az 56-os hősöknek a gyermekeit, vagy képviselőit, és természetesen Varsóban végigjártuk a varsói felkelésnek az ikonikus helyeit, többek között a Szent János katedrális, ahol még most itt látható egy korpusz, ahol megszenesedett korpusz, ahol lehet látni a Krisztus, Plé Krisztusnak a testén a golyónyomokat. És most lesz iker, két verset olvasnék fel, hogy a 56 és a varsói felkelés hogyan tetszik át egymáson. Szent János katedrális 1944. Ciprián Kamil Norvid a színfalak mögött négy sor motto. Miként egyre több kátrányos forgács, ha ég, körötted zsarátnak rongyok kavarognak, te lángos, nem tudod, szabad lehetsz-e még, s tiéd az, mit birtokodnak mondhatsz. Feszületre szenesedik a város, az óra mutatója alatt. Megcsuklik a templomon a láng, a bomba töltsérből víz fakad. A kereszthajó senki földje, képpuska szól a karzaton, nem tud felállni Krisztus a keresztel, a stációkként leomló falon. Pokloknak száll alá, tövis koszorúját tűzbe veti, a szent szobra a mélybe fordul, elejti az égő Bibliát. A fő oltár előtt sebesültek, elvéreznek a tarkon lőtt igék. Sóbálványá mered az Isten, csatorna lejárat az ég. Budapest, ez 1966-ban született vers. A kiégett napok, sötét, testetlen halottak tátongtak a házak koporsó falán. A sírsorok, mint gyeptégla sikátorok szeletelték fel a parkokat, s a parkok a várost. Egy ember sírt, könyörtelen szelek tépték a terek fűhaját, vérkérgő fák várták a lombtalan tél havát, ködét, s voltak gyökerek, kik felszívták az elszemetet, eltemetettek átfázott csöndjét. Történelem. A motto Jékeli Zoltán a Maros Szent Imrei templomban. Tízen vagyunk, ez a gyülekezet, a 11. maga a pap, de énekelünk mi százak helyett, hogy reng belé a por s a vakolat. A dombon, örvénylő ég sodrában, még állnak tetők és falak, Noé templom bárkájaként még őrzik a halottakat, de fönn a hajnalló toronyra rosdás pecsétet üt a nap,
s a bedeszkázott ablakokra veresen iszó nyársakat. A halált nyeldeső torokban öntvény lett Isten éneke. Megégethet a forrósága, mindegy, hogy ezrediknek-e. Elsőnek, ezrediknek itt ma az egykor tízen voltakért, kik százak helyett énekeltek, s az árván prédikált papért. Pelikán éhes tél jöhet még, és cserben hagyhat is az Úr. Csak énekeljenek mi bennünk, kiket kiirtott az idő gazul. Térelválasztás. Becsuktam a szobaajtót, hogy dolgozni tudjak, mert zavart a gyermek. A leányka helyesbítenék itt-ott. Nemrég múlt 14 hónapos. Hallottam, hogy az előtérben tobolyog. Majd megáll, közel az ajtóhoz, egészen közel. Engem keres, érez. Nadrágjának piros, ingecskéjének kék színe mozaikosan átszüremkedett a katedrál üvegen. Rátapasztotta arcát. Két üveget átolvasztó szemet látok. És tehet-e bármit is az ember, ha így jelenvalóan figyeli az Isten? Még egy verset. Most, ha lehet, akkor most a másik fiút hallgassuk meg. A másik gyermekedet, elnézést. Tessék? Jó, nem, majd akkor utána, jó. Pont tegnap este olvastam ezt a verset. Thank you.
nem akartam belefolytani a szót Istvánba semmiképpen, de azt gondoltam, hogy ha még most ide tartozik egy vers, akkor nem tenném ezt. Azt gondoltam, hogy most amire fókuszálnék, az a 60-as, 70-es évek, és ilyen értelemben a költészet, mert a 60-as években voltál középiskolás, a Rákóczi Ferenc gimnáziumba, és utána 63-ban az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen magyar-lengyel szakos... Történelem-lengyel. Történelem-lengyel szakos diák voltál. Előzetesen felkészülve olvastam sok mindent, hogy hogy értékelted például az egyetemi éveidet, hogy mennyire voltál szorgalmas diák, és mennyire kevésbé, de jó lenne erről te beszélnél, és valahol szeretném ezt a részt mindenképpen kifuttatni a kilencekre, és az azzal kapcsolatos. Hát valószínűleg az egyetemi évekre nem emlékeznék, ha nem kerülök be az Eötvös kollégiumba. Tehát els koromban, az első szemeszter után úgy hozta a sorsom, hogy bekerültem a kollégiumba. Na, elég lámpalázosan, mert ugye a szanatórium az egy, mint említettem, egy családias közösség volt, és hirtelen azt nem tudtam, hogy fel tudom találni magam a közösségbe, de túlságosan feltaláltam, mert utána már nyáron sehoz akartam visszamenni a szanatóriumba, hanem a kollégiumba szerettem volna nyarat is tölteni. És egy nagyon jó szellemű társaság gyűlt össze. Ugye az Eötvös kollégiumot, amelyet annak idején Eötvös Loránd alapította, ekkor párizsi Ecole Normale Supérieure-nek a mintájára, és az apjáról nevezte el Eötvös József kollégiumnak. Ez a tulajdonképpen vidékről felkerült tehetséges gyerekeknek az előmenetelét szolgálta ez a kollégium, mert egy tanárokat biztosított, ösztöndíjat, szállást, élelmet, és hát a 45 után is az értelmiségi elit, még a kommunista elitnek egy része is az Eötvös kollégista volt. És ezt megszüntették 50-ben, de Tóth Gábor igazgató ezt félig meddig 57-ben ezt helyreállított. Tehát a félig meddig az azt jelentette, hogy volt a kollégiumnak egy szakkollégium mi része, amelyik sokkal kényelmesebb körülmények között lakott, és a szakkollégisták éjjel-nappal bemehettek a könyvtárba. Akkor már az Irodalomtudományi Intézet beköltözött egyébként a kollégium egy részébe, valamikor az 50-es évek közepén, de a könyvtárat az intézet szaporította, de ezt használhattuk mi is. És hát az első diák, akit megismertem, akit mondjuk a hóna alá, szellemi hóna alá vett, az Kósa László volt, a néprajzos, és hát ő nagyon jó érzékkel bevitt a kollégium könyvtárába, és ott a polcok között, mint egy véletlenül kinyitotta az 56-os irodalmi újságot a november második kis számnál, ahol benne volt az egymondat a zsarnokságról, meg jó néhány írás, és hát egy mondat a zsarnokságról akkor olvastam el. És Laci nyilván felmérte a reakcióját az embernek, és akkor... Ez volt a teszt. Ez volt a teszt, igen. És hát aztán remek szobatársaim voltak többek között, Bollók János, aki klasszika filológus volt, magyar-latin ógörög szakos, és egy nagyon jó baráti közösség alakult. És a kollégiumban mindig rendeztek a kollégista költők részére a költészet napján felolvasó estet. Most én bevallom őszintén, mondta a feleségem, hogy ezzel ne dicsekedjek, de érettségi után én annyira tájékozottan voltam a magyar irodalomban, hogy nem tudtam, hogy vannak élő költők, vagy kik a nagy költők. És, de hát a kollégista társakra kíváncsi voltam. És egy Rózsa Endre nevű költő felolvasta a versét, amelyik nagyon megragadott. És az volt a címe a versnek, hogy ősz 1964. Ez valahogy úgy kezdődött, hogy varjak közé csap le a szél, de riadtan égre szállnak pernyerondjai a széttaposott nyárnak, és a vége valahogy úgy, hogy még eszelős fák állanak még. De a vége hogy ki a terméketlen kínegét sasok ekéi szántják, kiakasztva égre már belé egy értelmes barázdát. Tehát nagyon jó volt
a versnek a befejezése is, és én ezt lemásoltam. És akkor megtudtam, hogy vannak azért a kollégiumban volt még több költő is, egy Utasi József nevű költő, az volt a leghíresebb, mondták, csak az éppen elfelejtett bejárni az órákra is. Most kicsapták az egyetemről, de lehet, hogy visszaveszik. És Kis Benedek meg ezek rosszul tanultak, és büntetésből átrakták őket a Rádiai úti kollégiumba, amelyik egy lány kollégium volt, tehát ennél nagyobb jutalmat fiú diákok, hogy büntetésből elhelyezik őket egy tiszta lány kollégiumba, ezt nem tudok elképzelni se. No, mindegy, Utasi meg Kis Benedek meg Oláh János nem kollégisták voltak, de költők voltak, ahogy megtudtam. És én 1965... De bocs, neked voltak próbálkozásai, tehát hogy... Még sem... akkor nem, hanem 1965. november 25-én, arra emlékszem pontosan, hát ez egy ilyen... A szerelem a szerelembe, ezt egy versben megírtam. Egy szobatársamat meglátogatta a húga, akiről kiderült, hogy válogatott tornász. Benne van a válogatottban, egy 16 éves lány volt, és egy gyönyörű lány volt, akit akkor elkísértem, mert ment haza. Ennyiből állt a kapcsolat, hogy elkísértem a vasútállomásra. És utána pedig megírtam Iszak egy verset fejben. Ez volt az első vers. Első vers, de akkor olvastam, akkor már olvastam a I.S.-nek, akkor nem is olvastam, hanem Cine Mihály tartott szemináriumot a kollégiumba, és Kósa László bevitte I.S.-nek, akkor megjelent frissében, ez 65, a Dőlt Vitorla című kötetét. És felolvasott néhány verset. És ez nagyon bennem lüktetett, ez a vers, a Kormos képek a magyar múltból, főleg az a vers, és valahogy ez az élmény, ez egy lányt elkísérek, aki csodálatos, és ugye az ember lelkét átfűtötte, és I.S.-nek ez a verses kötet, a Kormos képek a magyar múltból című verse, ez főleg, és akkor éjszaka írtam egy verset, és akkor ezt reggel leírtam, fejben írtam a verset, Utasi később mondta, hogy azért ilyen ráncos a homlokod, mert sok sort át kellett fúzni. De nem kellett egy sort se átfúzni, hanem leírtam a verset, és utána még néhány verset írtam. De azt gondoltam, ez egy futóláz, ez elmúlik. De nem múlt el, és megmutattam talán Kósa Lászlónak, meg voltak ott kollégi, még Utasi ékon ki, Varga Lajos, például aki Varga Lajos Mártonként, aztán később a rádió munkatársa lett, hát ő egy nagyon becsvágyó költő volt. És az Irodalomtudományi Intézetben volt egy Kis Ferenc nevű irodalomtörténész kritikus, aki megbírálta ezeknek a kollégista költőknek a verseit, és kegyetlen volt. Tehát lebeszélte a költészetről már. Azt mondta, hogy gyengék ezek a versek, de ha becsvágyad van, akkor ezeket majd tudsz írni ilyeneket, hát rengeteget fogsz tudni írni, de egy szerencsétlen ember leszel, mert a becsvágyadban te egy zseniális költőnek tartod magad, de ennek ezek a versek alapján nem. És azt mondta Kósa Laci, hogy volt vagy 10 versem, hogy küldjem el Kis Ferinek. És majd, mint Vörös Marti, Petőfi sorsát eldönti. És akkor kaptam Kis Ferencről egy levelet, kis gyöngybetűkkel, ceruzával írt, és nagyon biztatott, nagyon megdicsérte a verseket. Rögtön Kósa, elrohantam Kósának, megmutattam, és azt mondta Kósa, hogy jó, rendben van, ennek hihetsz, de nem mutasd meg a többieknek, mert most éppen sebeiket nyalogatja. És na, minden esetre ez egy biztatás volt, és 66. május, szeptemberében szólt Rózsa Endre, neki is megmutattam persze a verseket, hogy szerveződik egy költői társaság, és adjam oda a verseket, és meghívnak ebbe a csoportba. 8-an vannak, én vagyok a 9. De bocs, volt olyan 10-11 nehány verset? Igen, 10-11. Igen, tehát azok hát jó. Ilyen alkalmi versíró voltál. Hát jók voltak a versek. Az a lényeg. Nem tudom, hogy van-e alkalmi versíró, vagy az ember költő, vagy nem költő. Minden esetre kiderült, hogy a társaság ki akar adni egy antológiát, de elhatározták, hogy saját esztétikai és etikai elveik szerint. Tehát mi szerkesztjük meg az antológiát, egyértelmű, hogy de nem. Ez a 60-as években azért 66. Nem tűnt olyan egyszerűnek. Azt mondta,
Ezt természetesen nem fogják kiadni, viszont az alkotmánynak van egy paragrafusa, hogy magánkiadásban megjelentethetjük. És akkor mindenki fölvett egyébként 4000 forintot a személyi kölcsön. De ahhoz, hogy magánkiadáshoz folyamodjunk, ahhoz rendelkeznünk kellett a rendes kiadók, tehát ilyen kettő volt a Magvető és a Szépirodalmi, az elutasító levelével. Tehát amikor megszerkesztettük az első változatot valamikor 66 végén, nagyon szigorúak voltunk egymáshoz, egyébként mindenki megbírálta a másik versét, akkor leadtuk a kiadónak, és mondtuk, hogy nagyon gyorsan döntsenek, nagyon gyorsan utasítsák el. Na ez az egy kérésünk van. Mert tudtuk, hogy úgy is elutasít. Kiderült, hogy fél évig ültek rajta egyébként a Szépirodalmi is, később a Magvető is, és azt mondjuk érzékelték nyilván az ottani illetékesek is, hogy itt van egy, feltorlódott egy fiatal költő nemzedék, akiket blokkolt a 56 után megjelent Tűztánc meg a Tiszta Szigorúság költői, amelyik egy ilyen, hát ilyen pártos költők voltak, volt néhány nagyon tehetséges közöttük, de a javarész az azért inkább a tehetség. Ez most a fiatal korosztályban. És minden esetre nagyon nehezen tudtuk. Oláh János volt az, aki visszaszerezte a Szépirodalmitól, aki egyébként válogatott cselgáncsos volt, és nagyon határozottan mondta a titkárnőnek, de hagyja itt, mert tudom, úgyis van, itt van a fiúk, és az a feladat, hogy tessék idatni. És benne maradt egy ilyen bizalmas lektori jelentés az ebbe az antológiába, hogy kell ezekkel a fiatalokkal, egyáltalán fiatal költőkkel valamit csinálni, és akkor ez járult hozzá, hogy 67-ben megjelent egy antológia első ének címmel, amiben mi természetesen nem szerepeltünk, és utána a magunk kenyerén vagy költők egymás közt együtt. De a mi antológiánk a szépen-szépen érte, teltek, múltak az évek. Ennek megvolt az az előnye, hogy jártuk az országot, az egyetemeket, kultúrházakat, felolvasó esteket tartottunk, és például Debrecenben vagy 300 diák zsúfolódott, ezt nekem Csontos János mesélte el, mert akkor ő debreceni diák volt, hogy 300-an zsúfolódtak össze egy ilyen felolvasó estre, tehát megismert. Nagy László írta egyébként az előszót az antológiához 67 decemberében, de hát már 69-ben járunk. És történt egy ilyen csoda, összeveszett Darvas József Acél Györggyel. És az Acél oda dörgölte Darvasnak, aki az Írószövetség nagyhatalmú elnöke volt, Rákosiék alatt ugye miniszter, hogy vége nincsen itt már a népi íróknak utánpótlása, meg mit akarsz ezzel le kell számolni. És Darvas jól ismerte Kis Ferencet, és Kis Ferinek így elmesélte ez Darvas, és azt mondta Kis Ferenc, dehogy nem, itt van egy társaság, nem adják ki évek óta az antológiájukat. Elérhetetlen föld. És hogy Darvas úgy kéri az antológiát. Nem tudom, hogy elolvasta az antológiát. De csak azért is segít. Igen, mert hogyha elolvassa azt, ami utasinak benne volt az Zugmárcius, hogy én szemfedő lapot lerántom, Kejfel és jár Petőfi Sándor, Zugmárcius, záporos fényver, suhog a zászlós tűz a vérben, hüvelyét veszti bronga kardlap, úgy Kejföl, mint forradalmat, szedd össze csontjaid, barátom, lopnak a bőség kosarából, a jognak asztalánál lopnak. Népek nevében, s te halott vagy, holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra Petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Nem olvasta, tuti. Valószínűleg nem, de ráírta az antológiára, hogy ezt ki kell adni. Úgyhogy az Írószövetség nem létező kis szervezete adta ki ezt az antológiát. Mivel Darvas, ezért előzőleg ott a kiadói főigazgatóságon néhány verset kivettek, de a Gál István nevű prózaíró mondta azt, hogy fiúk, azt tegyetek helyébe be, amit akartok. Ugye egy nagyon erős antológia jelent meg akkor 69 decemberében, 2500 példányban, és nagy siker volt. Most, ahogy készítettem itt a bibliográfiáját, átnéztem, a Kossuth Klubban volt március 15-én bemutatója, Kósa Ferenc tartotta
és Latinyavagy Zoltán olvasta fel a verseket, meg Jordán Tamás, tehát egy erős gárda, és kicsorogtak az emberek az előcsarnokba, tehát vagy 400-an zsúfolódtak március 15-e délelőtt matiné volt, és két nappal korábban pedig az egyetemi színpadon volt egy Elérhetetlen földest, amit Csóri vezetett be, és azt mondta nekem egy valaki azt, hogy a fiúk, ha benneteket most innen nem visznek el láncra verve, akkor itt mindent szabad. Hát nem vittek el láncra verve, de nem szabad, nem volt szabad mindent. De hát, elindult valami, de most, amikor az embert mégiscsak a verseit, vagy annak a társaságnak a verseit, a kornak, a ti korosztályotokban, a ti generációtokban, a celebjei szavalják, mondják, nagyon komoly nevek jelennek meg ilyen rendezvényeken, akkor az ember hiheti magát, hogy fogalmazzak, bizonyos tekintetben rendkívül progresszívnek, az élvonalba tartozónak, és pláne, hogy ez egy generációs dolog is, hiszen ti nagyjából egykorúak vagy egyívásak, néhány év különbséggel születtetek. Azt szeretném kérdezni, hogy a 60-as, 70-es években, mert az azért átnyúlik 70-es években, hogy szóval amikor ebbe benne voltál, akkor úgy a figyelmed arra fordult, és elvégeztél egy bölcsészkari szakot, egy lengyel történelem szakot, hogy te költő lennék inkább, vagy szóval hogy volt ez, mi volt, vagy a költészet az egy ilyen másodállás, vagy ahogy jön, úgy jön, nem is állás, eleve rossz az egész feltevés, de amikor állást kerestél, akkor én azt láttam, hogy az ilyen kutatóintézet, meg egyetem, mi irány, nem szerkesztőség, nem sajtó, nem az az irány, amit kapcsolnék ahhoz, hogy valaki mondjuk magával a szöveggel, szövegkorpusszal, szövegekkel akar foglalkozni, legalábbis mint költő. Hát én 68-ban végeztem el az egyetemet utas évkorában. Nem volt bennem olyan, hogy én most a költészetnek élek. Elég, nem írtam olyan sok verset egyébként, de Nagy Lászlónak köszönhetően kaptam 1971-ben egy könyvet fordítani. Itt látom a Szekercelár, Edward Stauer, a Szekercelárma, vagy Emberek a téli erdőn. Ez a, melyik az? Ez a könyv, uh-huh. Tehát ez már a harmadik kiadása. Uh-huh. De nekem szerencsém volt, még azt is hozzáteszem, hogy egyrészt ugye 63-ban végeztem, nem vittek el, és ahhoz az utolsó évfolyam most voltam, akit még az egyetem után vittek el katonának 5 hónapra, 5-6 hónapra. Úgyhogy én 68 nyarától katona voltam egy fél évig, elég jó helyen, mert rejtőernyős voltam, tehát az is érdekes volt. És mindenkire ráférne fél év katonaság egyébként, hogy megtanulja a rendet rakni maga körül legalább. És az Elérhetetlen föld antológiának én voltam az egyik legnagyobb nyertese, mert miután Illyés Gyula elolvasta az antológiát, akkor éppen 70 februárjában ő kapott Herder díjat. Most a Herder díjhoz járt egy lehetőség, hogy egy fiatal költőt kiküldjön Bécsbe, a Bécsi Egyetemre tanulni, ehhez persze németül tudni kellett. És mikor Illyés bennünket karácsonykor fogadott, akkor természetesen az Illyésnek szenvedélye a szabadságharc, nekem is, és hát tulajdonképpen legtöbbet a szabadságharcról beszélgettünk. És ez a, nem emlékezett pontosan a nevemre, hanem Kisferinél érdeklődött, hogy és akkor Kisferi egyszer csak szólt, hogy te nagy dolog történt, így és téged jelölt ki ösztöndíjasának. És akkor Bécsben tanulhattam egy évig. Történelmet, persze a magyar forradalom és a bécsi forradalom egymással hatása. És a bécsi diáktársam az megkérdezte, Bécsben forradalom, te volt egyáltalán valaha is forradalom? És akkor lelkesen elmondtam, hogy volt, de nem értette. Minden esetre, amikor visszajöttem, akkor Tóth Gábor, az Ötvös Kollégiumnak az igazgatója, fölvett takarítónői státuszra, hogy rendezem az Ötvös Kollégium könyvtárát, vagy a levéltárát, nagyon érdekes anyagokat lehetett ott találni egyébként, és 72-ben meg szerveződött előbb a világirodalmi, majd a kelet-európai tanszéken egy akadémiai kutatócsoport, kelet-európai irodalmak tanszéki kutatócsoportja, és akkor ott lengyeles lettem. Tehát nekem azért egy olyan állásom lett, amely kapcsolatban volt az irodalommal, de mégse
a költészet, mégse ámítottam magam avval az illúzióval, hogy a költészetből meg lehet élni. Ezt ennek esett áldozatul az én utasi József barátom, mert ugye ott hagyta az állásait, hogy ő most a tollának fog élni, és kiderült, hogy nem tud írni verset. Akkor még ilyen magyarázatot talált, hogy miért nem tudok verset írni, mert nem vagyok szerelmes. Miért nem vagyok szerelmes? Mert nős vagyok. És akkor ebből próbált különféle elméletek, hogy akkor el kell válni, de pont akkor egy ismerőse 8-szor elvált, elvette az első feleségét, úgyhogy Jóska maradt az első feleségénél. Tehát én nekem ilyen lelki, szellemi buktatóim nem voltak, hanem lengyel irodalommal kellett foglalkozni. Azon kívül pedig 71-ben az Európa Kiadóhoz került egy új lengyel szerkesztőnő, aki ismerte Nagy Lászlót, és éppen ajánlották ennek a szerkesztőnőnek ezt az Edward Staurának a Sekére Zára Ráda Cili Zsima Lesni Hlúdzsi, vagyis a Szekercel Árma, vagy Emberek a téli erdőn című kötet, és adott nekem 5 oldal prózafordítást. Most elolvastam a regényt, és az fantasztikusan magával ragadott. Mert két dologról szólt, a szerelemről és a munkáról, tehát banális volt a téma, de elképesztően jól megírva. És ezt az 5 oldalt lefordítottam, azt hittem... Ez ilyen próbafordítás. Próbafordítás volt, igen. Lehet, hogy esetleg felolvassok belőle ezt az első... Csak nem tudom. Ja, itt van. Jó, igen, van, igen. Ocs. És ebből érezni lehet, hogy remélem, hogy megtalálom, mert talán ez régen valahol a 43. oldaltáján volt. Igen. Hát eltelt néhány nap, ahogy a regényírók írják, és ezzel az egyetlen mondattal elintéznek néhány napokat, amelyek pedig bármilyenek is lennének, még ha szintelenek, üresek, szerelem nélküliek is, ha ez egyáltalán lehetséges, akkor sem lehet elintézni egyetlen mondattal, egyetlen lépéssel, aprócska kézmozdulattal, könnyed, hálás gesztussal, mintha a padlóról macskát kapna fel derekánál fogva, és ültetne térdére az ember. És vajon másként teszek-e? Nem? De számomra legalábbis nevetséges az ilyen mondat. Eltelt néhány nap. Nem beszélve arról, hogy fáj, és szörnyen sértőnek érzem, mert ez úgy fest, hogy ím, lássátok, eltelt néhány nap. Mintha soha nem történne semmi, mintha puskából lőtték volna ki, mintha magot köpne ki az ember. És én ezen a néhány napon, ej, almafa ágacska, és ti szörnyűséges tévutak, én ezen a néhány napon hányszor döglődtem, haldokoltam, és támadtam fel, mennyi munkát végeztem az írtáson, mennyi izzadságcseppet elhullattam, hány ezer gondolat villant keresztül az agyamon világló kellemes fénycsíkokkal, vagy az árnyék szörnyűséges viharos csíkjaival, sötét szürke szalaggal békjózva homlokomat, vagy egyenesen átjuggatva, vagy meglékelve szakatoló koponyámat. Mondom, hányszor haldokoltam, vagy támadtam fel ezen a néhány napon, és ismét arcra zuhantam, és felálltam az arcra zuhantak közül, és elrepültem a kékség birodalmába, és ismét alázuhantam a mélység szakadékába, elmerültem az örvénybe, és ekkor ismét csodálatosan megálltam a hullámok hátán, mint a hab, mint az győzedelmes mosoly, és ismét mélység és magasság, és így tovább, és így tovább. Nem ezt kellett lefordítani, de nem akartam már húzni az időt. Tehát itt megjelenik almafa ágacska, aki csak a leveleiben létezik, aki után áhítozik. Tehát megjelenik egy szerelem, és megjelenik a munka. Egyébként teljesen szokványos ez a Edward Staura, akit aztán később megismertem, aztán
79-ben öngyilkos lett, de köznapi ember volt. Úgyhogy azt hittem, hogy borzalmas könnyű fordítani, mert ezt itt a lelkem diktálta a mondatokat, és nagy siker volt, és akkor utána odaadták a... Megkaptad a munkát. Megkaptam ezt a munkát, a Vöröspajzsokat, Iváskevics, egy klasszikus lengyel író, hogy fordítsam le, ott meg volt egy antihős, aki vacilált, hogy csinálja, ne csinálja, és borzalmas kínszenvedés volt a könyv lefordítása. És akkor így kezdődött az, hogyha itt az adatbázisunkban egyébként betekintek, akkor a műfordítások részt, hát itt most express sebességgel, ha pörgetem, hát itt elnézést, de rettenetes mennyiség van. Most én itt megállás nélkül pörgetem, és látszik, hogy az a pici csúszka, milyen pici a képernyőnek a jobb szélén, hogy még milyen sok van, tehát aztán nagyon sok műfordítás következett. Viszont a legnépszerűbb, vagy a legjelentősebb munkád, ami 43 ezer példányban jelent meg, az egy más műfaj volt, mert az a Így élt, ugye volt egy ilyen sorozat, így a 80-as évek, Mora 70-es, 80-as évek fordulóján, és az Így élt Bem című könyved, és akkor olvastam, hogy ez 43 ezer példányban. Igen, de hát én 83-ig nem foglalkoztam történelemmel. Tehát akkor dolgoztam ebben a kutatócsoportban, amit feloszlattak 80-ban, és utána átkerültem a lengyel tanszékre, ott tanítottam. És a Móra kiadónak, ennek a sorozatnak a szerkesztője kétségbe esetten tudta, hogy lengyellel foglalkozom, és mondta, hogy valakinek kifizették az előleget, hogy írja meg az Így élt Bem Józsefet, az előleget elitta, és az illető eltűnt, és hogy mentsen meg. És akkor, tehát tulajdonképpen... Tehát Bem véletlenül jött ilyen értelemben. Teljesen, igen. 38 életet. Éves koromban akkor nekiálltam elő, a szabadságharc iránti szenvedélyemet felforrósítottam, és akkor... nekiálltam, megírtam ezt a Bemet, akkor ennek sikere volt, már Bem neve is egy húzónév, és kérdezték, hogy mit írnék meg, és mondom, hogy a Szabadságharc lengyel légiójának a történetét megírnám. Hát mondták, hogy jó, és szerződést kötöttek, és akkor rájöttem, hogy történésznek be kell menni levéltárba, mert sok történész van, aki csak kívülről látta a levéltárat, és a levéltári kutatás aztán ilyen narkotikus szenvedélyemmé vált. Ott nagyon izgalmas, a lengyel légióval kapcsolatban izgalmas anyagokra bukkantam rá, és ehhez lefordítottam a légió parancsnokának az emlékiratait, amelynek a végén van egy név, egy lista, egy névsor, azok a lengyel légionisták meg honvédek, akik kikerültek a szabadságharc leverése után. Nem szeretem ezt a szót, hogy a szabadságharc bukása, a szabadságharc leverése után. Kikerültek az Oszmán Birodalomba, több mint 1000 ember, és akkor megírtam a légiót, ez is nagy siker volt, itt kiélhettem magam ez az eszélyére. Ez már a 80-as évek után volt, nem? Nem, a légió az megjelent 88-ban. Ez a 80-as évek. Igen, a 80-as évek, és lefordítottam 74-ben Marián Brandisnak a Napoleon és a lengyelek című könyvét, ez egy 700 oldalas könyv, és itt tanultam meg esszét írni. Tehát ez volt a legnagyobb jutalom. Ez a napoleoni kor lengyel könnyűlovas ezredének a története. Tehát hogy hogyan kell egy hosszú mondatot, három mondattá szabdalni, hogy a gondolatritmus mennyire fontos. Ezek írói technikákat tulajdonképpen. Igen, hagyj kérdezzek bele, mert olvastam valahol, most csak megkérdezem, nem akarom elmondani, az jobb, ha te mondod el, hitelesebb, hogy... ismerek hadtörténeti munkákat, és az az igazság, hogy vannak közöttük rendkívül száraz és unalmas, civil szemmel unalmas, olvashatatlan, hogy a nem tudom hányadik dandár, jobb szárnya, bal szárnya, meg a tüzérség, meg a mit tudom én melyik, tábornok, és így sorolja, mondja, és az ember nem látja át a civil, és mondom, egy idő után unalmas, tehát majdnem azt mondom, hogy szinte már olvashatatlan egy laikus számára. Ugyanakkor olvastam például a Magyar Naplóba, ami ide is jár a könyvtárunkba, olvastam tőled a Vizaknai csata, a Piski ütközet előtti
leírást, ami meg kifejezetten élvezetes. Hogy kell ezt csinálni? Kell ezeket az adatokat. Ez nagyon fontos szerintem az olvasónak is, hogy első zászló, meg harmadik gyalogütek, ezeket mind fel kell sorolni. Csak valahogy azért a nyelv nagyon fontos. Meg úgy tűnt nekem, hogy belehelyezkedtél, hogy legalábbis abban, amit olvastam, hogy végig gondoltad, hogy ő akkor mit akarhatott, vagy mi történhetett, miért azt csinálta, és az egy fél mondat volt csak, hogy akkor már siettek a nem tudom kinek a gyalogosai, de ő azt persze nem tudhatta, csak a történész tudja már az utókorba, de hogy azért hiába siettek, mert hóesésbe futottak, és így tovább, és így tovább. A szolnoki csata, ez 49. március 5-én volt, ahol a lengyel légiónak egy zsidás százada vett részt az ütközetben, meg Damjanicsnak a hadtestében, a harmadik hadtestben, meg a lengyel légió első zászlóalja. És mivel ugye Damjanicsnak a hadosztályát, korábban hadosztályát a szerbek elleni háborúból rendelték fel a Közép-Tisza vidékére, először ütköztek meg reguláris osztrák csapatokkal, és valami lámpaláz volt a Damjanicsék részéről, és ennek a lengyel légiónak, a zsidás századnak a parancsnoka, egy Vladislav Ponyinszky nevű kapitány, ez látta, hogy ott valahogy azért meginognak a Ferenc József dragonyos ezred, mint hogy zavartámadna, mert azért elkezdték lőni a magyar tűzérség őket, és kérte, hogy engedjék meg, hogy lovasohamot indítsanak a... És háromszor kérte ezt, és végül Piketty, aki a lovas hadosztálynak a parancsnoka volt, azt mondta, hogy eredjetek a pokolba. És akkor a Ponyinszky úgy vette, hogy megkapták az engedélyt, és egy század rohamot indított egy ezred ellen. És az ezrednek, a Ferenc József dragonyos ezrednek a parancsnoka egy Regensburg nevű ezredes volt, és amikor látta, hogy egy maroknyi csapat közeledik felé fergetegesen, akkor azt mondta, hogy ezek vagy őrültek, vagy lengyelek. De szerencsére utána aztán a Ferdinánd meg a Hannover huszár ezrednek egy-egy százada követte a lengyeleket, és szétverték ezt a Ferenc József dragonyos ezredet. Most ezt, ha így leírod, hát akkor, de akkor eszembe jutott, tudod, Andrzej Vajdának a Légió című filmje, ami, és ebben megelevenedik ez az említett, amit lefordítottam, a napoleoni könnyű lovas ezrednek egy százada. Ilyen vakmerő vállalkozás. 1808. Igen. november 30-án ugye Napóleon vonult Madrid ellen, és a szomoszéjai hágót nem tudták elfoglalni. Több rohamot indított a gyalogság ellen, és akkor ez a ügyeletes század Napóleon mellett, ez a lengyel ügyeletes század, ez egy fergeteges rohamot indított, és 13 perc alatt elfoglalta ezt a hegysoros, de úgy, hogy 13 halottat veszített és 15 sebesültet. És akkor ezt úgy írtam le ezt a Légió című könyvben, hogy egyrészt ennek a Napóleon ezrednek a szemével néztem, hogy mi történik, másrészt pedig Ponyinszkyval. És a Bona Gábor, aki ugye kiadta a szabadságharc tábornokainak, főtisztjeinek, törzstisztjeinek a lexikonát van, azt mondta, hogy borzalmasan irigyellek. Azt mondta, minden történésznek ezt így kellene. Ez egy ilyen szép irodalmi eszközökkel megír, de szigorúan a történelmi tényekhez ragaszkodtam. De ezt annak köszönhetem, hogy költő voltam. Ezt mindig el szoktam mondani. Tehát ha nem vagyok, akkor nem vagyok jó történész, ez biztos. Minden történész hasonul-e a hőseihez? Ez nagyon alacsony labda, amit most itt próbálok lasztizni, de... Hát, hogyha belegondolok, Herman Robert, aki Görgeivel foglalkozik, és már teljesen úgy néz ki, mint Görgei Artúr, és rám meg azt szokták mondani, hogy úgy nézek ki, mint Bem, akkor azt kell mondani, hogy vannak kedves hősei, igen. Persze, ha mondjuk, ha valaki Rákosi Mátyással foglalkozik, nem tudom, hogy... 1984-ben kaptál József Attila díjat, az Írószövetségnek 80-ban lettél a tagja, és aztán 86-88-ban jöttek más típusú elismerések is, amit a lengyelektől kaptál, úgy láttam, úgy emlékszem, hogy elsősorban a fordítás sokkal összefüggésben a fordításokért.
De ennek van egy története. A lengyel kultúráért érdemjelet. Engem nem engedtek ki Lengyelországban 82-ben, leszedtek egy buszról, és közölték velem, hogy nem hagyhatom el az ország, nem mehetek Lengyelországba. Ez valószínűleg azért volt, mert részt vettünk egy Valenca nagygyűlésen Csúrival, meg Zelnik Jóskával, és ott felszólaltunk. 50 ezer ember volt akkor Krakkóban, 81 június végén. Minden esetre nem mehettem. És panaszt tettem természetesen, és akkor a belügyminisztériumban azt mondták, hogy ez a lengyel belügynek a kérése. És írtam egy levelet a nagykövetnek, akkor már néhány könyvet lefordítottam, és hát így ilyen felháborodott, felpompáltam magam, egy ilyen színész fel apámból valamit örököltem, és így nagyon felháborodott levelet írtam, hogy én, aki a életemet és véremet a lengyel kultúráért, és ezt mondják rám, hogy a lengyel. És behívatott a nagykövet azonnal, és azt mondja, hogy ezek a maguk belügyminisztérium mindent ránk akar kenni. Én magának megesküszöm, hogy maga ellen soha semmi kifogás nem volt, utána érdeklődtem. Nem, a mi szerveink, és egy hét múlva megkaptam ezt a kitüntetést. Tehát annak bizonyságában. Úgyhogy a magyar belügy járt ki nekem ezt az első kitüntetést. Ha most egy kis verset olvasnál, ha van még a tartsolyodban. Van, de ha az utolsó blokk, akkor... Igen, gondoltam, hogy versben igen. Vagy jó. Akkor inkább most zene jöjjön, és azt egy kicsit később. Jó. Hogy gondolod? Akkor inkább most a...
A 80-as években, ahogy én Kovács Istvánnak az életét próbáltam a magam számára valamiféle rendszerbe mégiscsak behelyezni, úgy éreztem, hogy a hangsúly a költőből, bár ez nem teljesen igaz, inkább a történész, a polonista irányába helyeződött. Tehát azért sem teljesen igaz, mert azt néztem, hogy szinte pontosan 10 évente jelent meg egy új verses köteted, tehát hogy 10 évente publikáltál verses kötetet, versgyűjteményt. A 80-as, 90-es évek fordulóján, amikor az egész világ megváltozott körülöttünk, akkor pedig ismét egy, ott pedig egy kifejezetten éles váltást lehetett legalábbis ilyen karrierpálya tekintetében látni, hiszen diplomatául szegődtél, és hogy mondjam, az alkalma, azt, amit megtanultál, azt úgy látszik egy gyakorlati vonalon próbáltad hasznosítani, amikor Varsóba dolgoztál diplomataként, és aztán pedig a krakói főkonzul voltál évekig. Aztán mondjuk kimondjuk azt, hogy a krakói főkonzul, akkor nagyon sokan vannak az én korosztályomban, akik egyből Kovács, nem tudom, aki a krakói főkonzul, ez az igazság, és nem akarom megbántani, de én nekem a krakói főkonzul, az Kovács István. Szóval, ha beszélnél előre a váltásról, és hogy keveredtél a külügyi, hát, és a kulturális külügyi területre, ez nagyon fontos, hogy... 90 nyarán szólt Jeszenszky Géza, akit ismertem, hogy vállalnék-e munkát a külügyminisztériumban, és akkor eszembe jutott a 70-es években, hogy a külügy is belügy, és akkor mondtam, hogy nem, köszönöm. De aztán még egyszer rám telefonált, és kiderült, hogy Engelmayer Ákos barátomat nevezte ki nagykövetnek, aki ugye Lengyelországban diszidált, mint annak idején autostoppos 61-ben. Tehát kiment, és 7 hónap múlva egy mennyasszonyal tért vissza egy hónapos útlevél. Így el tudta kenni az ebből származó botrányt. Minden esetre ő lett a nagykövet, és akkor mondtam, hogy igen. És akkor kulturális tanácsossá neveztek ki, és akkor végre a rögeszméimet megvalósíthattam, úgyhogy volt mögöttem elvileg egy hivatali támogatás is. Nem volt ez annyira egyértelmű mindig, mert még ilyen kevert volt a nagykövetség, tehát még régi diplomaták voltak, azok között volt egy-két egyébként nagyon jó felkészült, és Ákosnak sikerült egy jó polonista társaságot összehozni a nagykövetségen. Tehát, és akkor minden omladozott, tudod, könyvkiadás, tehát 90-ben megszakadtak. Omladozott és épültek újak, vagy lehetett építeni? Hát nagy nehezen, mert pénzügyi támogatás az nagyon csínyán volt. De azért ki lehetett harcolni. Tehát emlékszem, hogy Szejniben alakult egy lelkes lengyel fiatalok, a világhírű Garzsenyica színháznak egy csoportja alakított Szejniben a litván határ mellett egy olyan intézetet, amely kisebbségekkel foglalkozott. És bejöttek a nagykövetségre, hogy ők most ezt az intézetet alapítják, és hogy milyen tanácsot tudnék adni, és akkor felvettem a kapcsolatot Szabó Zsolt barátommal, aki a Kolozsváron a művelődés főszerkesztője volt, nem tudom, hogy akkor már az volt-e, és szervezett ennek a lelkes lengyel társaságnak Erdélyben egy 2 hetes tanfolyamot erre vonatkozóan, hogy mit jelent a kisebbségi lét. És tehát Ákos nagykövetsége alatt én szabad kezet kaptam a szervezésre, tehát ő elvileg támogatott, a pénzt ehhez kellett megszerezni. Akkor azt hiszem Íj és Alapítvány volt az, amelyik a külső kulturális... 90-es évek elején, így van. 90-es évek elején, és megírtam az Íj és Alapítványnak, hogy ez a Szejni, 92-ben ez a Szejni határvidék alapítvány szervez egy erdélyi kultúrák hetét, és hogy ezt támogatni kellene, leadtam a programot, több mint 100 embert hívtak meg Erdélyből a Szejniek, de kértek valami támogatást, és akkor kaptam egy címemre érkezett egy boríték, szerencsére ott kibontottam az borítékot, és 10 000 dollár így kihullott. És
mondtam akkor, hogy akkor is szempanuk előtte számoljuk meg, ez volt a támogatás egyébként, ami nagyon jelentős összeg volt, és egy Szejmiben és a Szejmi környékén, ott Lengyelország észak-keleti szegletében, ahol litvánok is élnek egyébként, és egy nagyon visszhangos egyhetes kulturális program volt. Azt hiszem, Misi is akkor kötelezte el magát a népzene mellett. Ott volt egyébként Kolozsvárról a Brassai Liceumnak akkor a fiatal táncosai, zenészei, úgyhogy Kallur Zoltán ott volt. Tehát egy nagyon rangos rendezvény. Meg kellett találni azokat a pontokat, akikkel együtt lehet működni, és ehhez kellett. Akkor is voltak már szponzorok, akik valami támogatást hajlandók voltak ilyen vállalkozásra nyújtani. Persze voltak olyan kollégák a diplomáciában is, hogy fél ötkor kihullott a kezéből a toll, és hát ami minimális kötelezőt hozták. Hát itt végre én tényleg kiélhettem magam. Az a helyzet, hogy ezt nem mondod, és én amikor készültem erre a beszélgetésre, valójában ma délután 3-kor jutott eszembe, és már nem tudtam megcsinálni, mert már nem volt rá elég időm. De ahogy néztem azt a anyagot, a bibliográfiától kezdve, ami tőled itt az adatbázisunkban benne van, vagy elolvastam azt a néhány alapvető tanulmányt, ami mind a történészi munkádról, például Herman Robert több ilyet jegyez, mind a költészeti munkásságodról szól. Azt láttam, hogy gyönyörűen meg lehetne rajzolni egy idővonalba, és érdemes lenne belefoglalni, hogy itt mikor mi következik, és azt is láttam, akkor vettem észre, hogy 10 évenként van egy kötet például, csak mondtam én ezt már, de jó lenne itt levetíteni, de már elkéstem vele, mert délután 3-kor jutott ez a gondolat az eszembe. Viszont azt itt fölírtam és be is karikáztam magamnak, és nem mondtam most egyetlen egy lengyelországi dolgot említettél, de hát azért óriási dolgokat értél el, ha belegondolok józan ésszel, hogy Krakónak a főterén Balassi emléktáblát, igen. Bármiféle nem szorosan vett lengyel, egyáltalán emléktáblát állítani bárkinek. Goethének van emléktáblát. Na, igen. Ez a szint. Tehát egy nemzeti panteon, egy nemzeti jelképe, arról nem beszélve, hogy egy nem teljesen lengyelnek, vagy egy Balassinak. Szóval ezt elérni diplomataként is, ez egy nagyon komoly feladat, és hát rengeteg ilyen, és ehhez hasonló... Hát ez meg kellett, ugye nehéz a várost meggyőzni arról, hogy Balassi egy jelentős költő. De ott is egy trükköt alkalmaztál. Ki kellett adni Balassi válogatott verseit, amely már kész volt, évek óta ott feküdt a krakói irodalmi kiadónál, és itt értem el, azt mondták, hogy ilyet a diplomaták között ilyen sikert senki se ért el. Ugyanis fukarabb ember kevés van a diplomatáknál, mert ugye elég jól keresnek ahhoz, hogy álmodozzanak, de elég, nem annyira az, hogy meg is tudják valósítani, tehát azért verik a dollárt a fogukhoz, és mondtam, hogy ki kell adni a Balassi kötetet, és villámgyorsan, és ehhez pénz kell, és a diplomatatársak a 100-100 dollárt az szépen. Egyik az megkérdezte, hogy előbb a feleségével beszél, de azért befizették, betették a kalapba, és így megjelent egy nagyon olyan jó fordítása Balassinak, hogy a Mistral később majd énekelte ezeket a lengyel dalokat. Tehát kiadtam a ezzel kötetet. Ezzel tudtál lobbizni. Igen, mentem a városhoz. Ott szerencsére egy Tarnovi volt a kulturális főnök, és meg lehetett győzni, hogy a Krakó főterén, a Potocki palotán. És a legjelentősebb szobrászművész az a Bronislav Fromi. Neki van egy szobra, amit mindenki ismer, aki Krakóban járott, a Vável tövében a tűzokádó sárkány az ő. Ő egyetlen zlotiért megcsinálta az emléktáblát, amely 90 centiszer 1/10-es bronztábla, de hát a bronzra is a bronzöntésre a pénzt elő kellett teremteni, azt a Oberfrank Feri hozta ki zsebbe 1500 márkát, tehát ennek köszönhető a, nem tudom, Betlen vagy milyen alapítványnak a vezetője. Minden esetre jó célra ment, minden kész volt, és
privatizálta a Potocki gróf ezt a palotát, és azt mondta, hogy hát itt a szász királyok is voltak, meg Báthori, ki ez a Balassi. És hogy ő ezt nem engedélyez, és meg volt hirdetve, hogy két nap múlva, ugye. És hát teljesen, tehát tudod, hiába támogat a város, ugye a tulajdonos nem egyezik bele, akkor. És ezt elpanaszoltam, szerencsére volt egy fogadás, és ismertem Rostvorovszki nevű művészettörténészt, aki egy ideig miniszter volt. És akkor elmondtam neki azt, hogy hogy áll a Belesélyek, meg nem azt, hogy ez nekem pattársam volt, akkor is már ilyen volt, és gyorsan telefonált ennek a Potocki grófnak, és az aztán engem, hogy holnap akkor közösen jelöljük ki. Tehát ilyenkor az Úristen mindig segít az embernek egyébként. Úgyhogy aztán, tehát ez 95. január 10-én lelepleztük a Balassi emléktáblát, volt egy Balassi kötet bemutató, és utána pedig 2000-ben már akkor krakói főkonzul voltam, a főkonzulátus is úgy alakult egyébként, hogy tudtam azt, hogy működött Krakóban konzulátus. Egészen 1939. novemberéig működött, már a Hitler és Sztálin is tiltakozott, hogy hát Lengyelország miért nincs, miért van itt főkonzulátus. Ugye felosztották Lengyelországot 39-ben, és a magyar főkonzulátus novemberig működött. És tehát híre ment ennek, hogy Balassi emléktábla, és Krosznóból, ez egy kelet-lengyelországi város, jött egy építész, és mondta, hogy ők alapítottak egy Porcius nevű társaságot, aki a 17. században tokai borral kereskedett, és ettől meggazdagodott. Mondtam, hogy ettől ők most nem fognak meggazdagodni, mert a magyar bor nem lehet lengyel piacra bevinni. De hogy ők tudják azt, hogy a Kamjenyeci vár az a Balassi család tulajdona volt, és hogy szeretnének emléktáblát állítani, és akkor így nézett. Mert ilyenkor a főkonzulnak kell mondani, hogy akkor én azt 1500 euróval támogatom. Tehát erről külügyben nincsen erre pénz. És utána egy hét múlva jött, hogy megtudták Rimanovban, ahol a Balassinak az édesanyja malom tulajdonos volt, és hogy Rimanovban is akarnak Balassinak emléktáblát állítani, és mondtam, hogy jó, akkor újabb 1500, a legfeljebb a saját zseb. És utána meg, nem, ez Novis Mikrud volt, hogy ott volt malom tulajdonos, Súlyok Anna az édesanyja, és hogy Rimanovban, amikor a Balassi család elmenekült Magyarországról, akkor Rimanovban a Senyenszkéknél, akik ariánusok voltak, azoknál talált menedéket, és hogy a gimnázium is szeretne a falán. Tehát három Balassi emléktábla, az 4500 euró. De össze lehetett szedni. Na, szóval... És úgyhogy Balassinak van azóta már Branyevóban is, az fönn van északon, tengerpart közepén, ott, közelében ott is van, mert ott a Báthori András bíborosnál ott töltött néhány hónapot Balassi. Tehát Balassinak van Lengyelországban 6 emléktáblája, nem tudom, hogy Magyarországon van ennyi, mert ugye Tarnów közelében a Demnói palota udvarán állították az elsőt. Hát mindig mondtam Győzőnek, hogy sokasodnak a feladatok, és nem azt mondja, a feladat, annyi feladatot rak rád az Úristen, amennyit el tudsz végezni, ne félj. Ezt akartam most kérdezni, mert el kell kanyarítsuk most már a beszélgetésünket, és azt látjuk, hogy totál számomra is tanulságos, hogy méltánytalan és méltatlan elkanyarítani, mert az idővel mégis valahogy gazdálkodnunk kell, és egy ember életéből csak egy villanást, egy kis gombos tű fejnyit kaptunk, és ahogy itt az adatbázist is néztem, itt pörgettem, hát ami itt van, hát erről akár ővele, akár hetekig lehetne, mert minden kapcsolódik mindenhez és egy másik dologhoz. De szerintem a kollégáknak is ilyen gazdag, csak én minden megjelent szöveg, megjelent, följegyeztem azt, hogy mi, hogy hol jelent meg, néha be is ragasztottam még, és félretettem a meghívókat is. Azt szeretném kérdezni tőled, amikor én megnéztem a te adatlapodat, akkor azt mondtam, és láttam másokat is, de nálad az jutott eszembe, és kicsit kapcsolódik ehhez a végéhez, hogy honnan van egy embernek ennyi ereje, ideje, ennyi rengeteg mindent egyszerűen adni magából, honnan van egyáltalán, hogy mi a titok?
Tehát, hogy honnan van valakinek, neki is csak 24 a 24, és 168 a 168. Szóval itt, ha én nézem, pörgetem, hát ez szörnyű, ez rettenetes mennyiség. Tehát, hogy mi a titok, mondjál valamit. Nem tudom, de néha én elégedetlen vagyok. Tudod, hogy... Tehát te lustának tartod magad. Nem, annyira nem, de hát ez azért vannak periódusok, tehát azért lehetett volna többet. Mindig arra gondolok, tudod, Németh Lászlónak elő szoktam a tanulmányait venni, és akkor mindig elpirulok, hogy az az ember milyen hihetetlen munkát vállalt magára és valósított meg. Úgyhogy ahhoz képest, de hát abból én mindig erőt szoktam meríteni. Végezetül azt gondolom, hogy most lenne itt a pillanat, hogy ha még van vers, akkor azt felolvassad, megosszad velünk. Jó. Meg hát ez egy borzalmas nagyképű mondatot fogok most mondani, úgyhogy tessenek elfelejteni. Ezt én Somogyi Győzőtől tanult, Somogyi Győző ellopta tőlem ezt, amit bennem, hogy szerelmes vagyok a magyar népbe. Na akkor, ha már 56-nál tartok, akkor egy 56-os verset felolvasok. Shakespeare a Corvin közben. A sehonnai egek alatt ejtőernyők girlandjai, a különleges hadtest közel, megszállta már a holdat is. A strázsahelyi csillagvizsgálón aranymenyét a nap felkelte, a mindhalálig álmodóknak a táltos hajnal felnyergelve, a gyomorban abrakparás, a szabadság lobbanó vágya, a suhansz Hamlet jelre vár, benzinnel töltve koponyája, monológiával feltűnik a lenni vagy nem lenni tankja, a mesedráma véget ér, már lángol a halál vastapsa. Akkor még két verset felolvasok. A be nem telt idő. Vannak, akik alkonyatkor a szemétként konténerbe dobott századokon át, farkasvakon is a kezdetekig látnak. A halál guberáló angyalainak mozdulatai nyomán darabokra tört áldások és áldozatok, tettek és jó cselekedetek, gondolatok és mulasztások. Az ébredés egyszerre tesz szabaddá, rabbá. Simítgast ki a szárnyas kezekből kihullott legendát. Ne csak a tenyértől szök helyeset. És fele barátaidat, akik megrendülésedtől életre kelnek, ne engedd újra szószékre, világ megváltónak, mágiára hitvitázónak, virághalmos festőhelyé géppuskázható köztérre tüntetőnek, harctérre hősnek, árvaházba megalázottnak, s aki tudja miért és hová, de végül mégiscsak elindított halálvonatra kitaszítottnak. Ne engedd őket a jövő küszöbén túlra se, ahol végső torra készülve eszelős fényjelekkel perzselgetik a koponya kupolás mennyboltozatot. Száműzott álmaikat folytassák jelen időben, sziklának vetett háttal, a be nem telt idő habprémes hullámaitól újra és újra betakartan, még itt a földön, ha már-már oda át is. Ifjúságunk cenzúrázatlan krónikája, Farkas Árpád és Erzsébet emlékének. Árpád és Erzsébet, nem a középkori krónikák lapjain, hanem valahol a Maros partján, a Noé bárka étterem fedélzetén, amelyet felver a lúti-futi pincérek trapja. Hiába meg annyi a rendelés, az utánunk a vízözön előtti korszakban, a kiégett fények századában, is hián 1968 és félben. Ki nem állhatom a deszkalének csúfolt fenyővizet, de ha valaki egészségéről van szó, akkor mégis állnom kell, állnom, vagyis hogy innom illik. A visszhangos helyfoglalók vagy honfoglalók percnyi nyugalmat se hagynak a párosával bezárt élőlényeknek odalenn, se az egymásra lelt családtagoknak idefönn, a Noé bárka étterem fedélzetén.
mindent eltüntető időtlenségbe sodorhat, megmenekülésünk jegenyek örökkel meggyűrűzött, ki tudja hány hónapja és 40 napja. A remény levélkéjét veszett olaj, a remény levélkéjét veszett olajága, göcsörtös gondolatjel csupán, az Ararát fuldokló csúcsai között. Ideje lekászálódni a megfeneklett bárkáról, de előbb fizetni kell, vagy már fizettetek? Árpád hallgatása, Erzsébet tört arany kacogása, zsivalyán morzsolt szavak, az emlékezés felrázható hangdobozában. Fehér balonkabát és a májusi esőtől még zöldebb felöltő, csak semmi pironkodás. A színek más változata ránk nézve még veszélyes lehet, különösen 1956 Kaloda zászlajában. A mindenség rejtekének mélyén papírból kivágott játékruhák, a gyermekkor göncei, amikor a mese még valóság, ákon-bákon betűkkel beléjük róva sorsunk. Egyszerre majd bevégeztetve mind, egyként, vagy egyenként máshogy is. Árpád és Erzsébet távolodóban, búcsút intve, mint messzi pusztaságok kumbabái, ezen az erdőn túli hegyvölgyes vidéken, az anyanyelvet védők halálpatkó hegyszorosában, ahol utolsó harcos a hírvivő lesz. Ne hidd, hogy feltartott kezük a megadás jele. Oszlopok, hogy az új évezred ég ránk ne szakadjon. Meg mennyboltot tartó csillagkép tenyerükön, a pirkadat hajszárepedései tűzpróba jelek. Ifjúságunk cenzúrázatlan krónikája. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és Kovács Istvántól hála Istennek elég sok könyvünk van a könyvtárba, de egyébként a valósághoz képest még ez mindig egy szűkített gyűjtemény, tehát ezt még majd gyarapítanunk kell. Aminap beszélgettünk és kaptunk román és egy másik idegen nyelvből a gyermekkor tündökletét, szlovák, így van, megkaptuk a szlovák fordítást is, mert a célunk az, hogy minden akadémikusnak gyakorlatilag a teljes művét, a teljes művészetét gyűjtsük és igyekezzünk gyűjteni. Ezt a gyűjteményünket állandóan ki kell egészíteni és pótolni kell. Itt is számos feladatunk van még. Minden esetre arra gondoltam, hogy most viszont tisztelettel arra kérném Kovács Istvánt, hogy két könyvet legalább, de még majd egy harmadikat is, hogy dedikáljon a Magyar Művészeti Akadémia könyvtára számára, mert ez a külön gyűjteményünknek, ami az akadémikusi gyűjteményt így nevezzük, a külön gyűjteményünknek akkor különösen becses darabjai lesznek, azáltal, hogy a írójának a kézírását is mostantól akkor viselni fogják. Ezzel még egyszer megköszönöm mindaki, ha az internetes közvetítésen valaki követett, vagy valaki követtek minket, a jelenlévőknek is a figyelmét, és egyúttal jelzem, hogy a következő ilyen alkalmunk az online akadémikus sorozatban december 6-án lesz, Berec András énekmondóval 17 órától, úgyhogy akkor tisztelettel várunk mindenkit hasonlóan. Köszönjük szépen még egyszer Kovács Istvánnak, hogy itt volt, és megosztotta velünk, amit elmondott. Különösen a végén, hogy lehet, hogy ezek frissebb versek. Igen. Tehát különösen azzal, hogy megtisztelt azzal minket, hogy a végén kaptunk tőle frissebb verset is, és ha megkérhettem rá, és kérem majd a kollégáim segítsenek benne, hogy ha megtennéd azt, ha nem nagy kérés, hogy ezt a kettőt legalább, amit felolvastál, ezt ha dedikálod a, szintén itt a könyvtárnak, akkor ezt mi különös becsbe fogjuk tartani, és oda tesszük a te gyűjteményedbe. Köszönjük szépen. Örömmel, még egyszer. Köszönöm szépen a figyelmet.